Sziasztok mindenkit, üdvözlök! Most egy olyan videóval készültem, amiben gépházakról lesz szó, viszont ezt picikét szeretném átvinni szubjektív formába. Tehát lényegében egy kicsit olyan lesz, hogy nekem mi tetszik, mi nem tetszik, természetesen objektív szempontok alapján is. Valamennyi gépházat összeszedtem ebbe a videóba, szerintem nektek is nagy segítség, így eldönthetitek, hogy milyen gépházba lenne érdemes beletenni a konfigot. Egyébként nagyon nagy feladat, hiszen egy gépházat azért valószínűleg hosszabb időre vesz az ember, tehát túlélhet az gépfejlesztéseket, esetleg komplett konfig cseréket is. Nagyon fontos, hogy jó árból egy nagyon praktikus, jó gépházat vegyünk. Legelső Zalman Z1 Neo, elég sokszor szoktam ajánlani ezt a házat, 10.000 forint környékén nagyon jó választás. Nem az a hatalmas méretű gépház, nem is olyan nagyon kicsi, viszont bámulatos, hogy milyen jól megcsinálták ebből a keretből. Betettem a képet. Általában amit elrontanak egy gépházon, itt egyiket sem tették. Tehát nagyon jó szerelhető ez a ház, ATX-et, mikro ATX-et támogat, videókártyát nagyon kényelmesen bele fogjuk tudni helyezni, nem kell elforgatni, nincs az, hogy nem fér bele a 30 cm-es kártya. Nem spóroltak, 3 HDD-t is nagyon jó kialakított helyre bele fogjuk tudni tenni az SSD-t. Nagyon jól szellőzik, előre 2 ventilátor szerelhető, hátulra is, ez bőségesen ellátja a gépház hűtését. Dizájnra eléggé szemrevaló, kék-fekete, de akármilyen ventit szerelhetünk bele, én valószínűleg vörös-feketét választanék. Minden esetre nagyon jól mutat a plexi oldallap. 10.000 forintért még figyeltek arra, hogy el lehessen vezetni kábeleket a hátlap mögött. Egyáltalán nem rendelkezik minden gépház ilyen lehetőséggel, már pedig nagyon esztétikus, ha ilyen módon oldjuk meg a kábelek elvezetését. Előlapon USB csatlakozók, az audio csatlakozó, egy szóval ennél jobb gépházat nem nagyon tudunk venni 10.000 forintért. Ráadásul ránézésre és tapintásra sem az a nagyon gagyi minőség. Következő egy nagyobb számú modell, picikét többért. Nem mondom, hogy kifejezetten jobb, inkább egy kicsikét más design, picikét nagyobb méret, de még mindig nagyon jó a Zalman Z3 Plus. Képen megnézhetjük, amit én ebből választanék, az mindenféleképpen a fekete változat. Kicsikét hasonló az elrendezés, tehát itt is 3 HDD belemehet egy SSD, kábelmenedzsment, előre-hátulra venti szerelhető, elég jó szellőzik ez a ház is. Plexi oldalap itt is megvan. Szerintem nagyon sokan szeretjük azt, hogyha működés közben, ha feltesszük magunk mellé az asztalra, vagy látható helyre a gépházat, hogy rá tudjunk nézni, hogy hogyan üzemel, ott világít belülről is a ledes ventilátor, esetleg a ledes videókártya is, azért elég jól tud mutatni, meg van világítva a számítógépünk, úgyhogy én ezt a gépházat is mindenféleképpen a nagyon jó gépházak közé sorolom. Na még egy Zalman gépház, aztán tovább lépünk a Zalmanoktól, Zalman Z11 Neo. Ez már azért komolyabb árcímkével indul, viszont ez is nagyon jó kis gépház. Picikét dizájnra olyan felső kategória jellege van, tehát hogy ebből olyan brutális gamer PC-t illik építeni. Ez tükrözi a kialakítás. Képen láthatjuk, hogy szerelhető a gépház, tehát ki tudunk venni belőle egységeket, hiszen ott mutatja, hogy ott annyi helyet is lehet hagyni. Ettől függetlenül 3 HDD még mindig bele fog tudni menni. Jó nagyméretű kábelmenedzsment, látszik a képen, hogy szépen el vannak vezetve hátul a kábelek. Ventilátoroknak bőségesen van hely, szerintem elég előre 2, hátulra 1, de nekünk valamiért úgy jobban tetszik, felülre 2 is jött, alulra 1, esetleg vízhűtést tudunk beleszerelni. Következő egy fraktál gépház, 33.000 forintért. Lényegében ezt azért tettem be, hogy lássuk azt, hogy a komolyabb felár nem feltétlenül jelenti azt, hogy megéri, vagy én megvenném. Ránézésre olyan, mint egy karton doboz feketére festve, tehát olyan semmilyen. Van az a letisztult hatás, hát ez nem az, ez egy doboz, gyakorlatilag egy fekete doboz. Ha a képeken megnézzük, akkor láthatjuk, hogy 100 HDD-t is bele tudunk szerelni.
Tehát ilyen szervergépeknek esetleg jó lehet. Átlag felhasználásra szerintem ocsmányul néz így ki. Ez az a kategória, amit én ingyen se kérnék, inkább vennék pénzből egy szimpatikus, jó kialakítású gépházat. Következő 13.500 forintért egy Kolink gépház. Van több modell is, ez támogatja az ATX-et, mikro ATX-et. Képeken megnézzük, akkor látjuk, hogy jó szellőzik. Tágasnak tágas, viszont egy picikét olyan lecsupaszított. Tehát ami tetszik ezen a gépházan, hogy fekete, ledes ventilátorokkal elég jól néz ki. Plexi oldallap nála mindenféleképpen előnyt jelent. HDD-nek, SSD-nek van hely, egyébként nekem ez az üresség nem tetszik benne. Van a Kolinknak egy olyan modellje, ami ennél jobb, inkább azt venném. De egyébként, ha valakinek így tetszik, semmi probléma nincsen ezzel a gépházzal. Következő Cooler Master Masterbox Lite 3. Leírásban láthatjuk, hogy mikro ATX-et támogat, ATX-et nem, eléggé nagy érvágás, hiszen úgymond az alapszabvány az az ATX, tehát nagyon sok ATX lap van. Most valami nem támogat ATX-et, csak mikro ATX-et szerintem eléggé szar kategória. Tehát én semmiféleképpen nem vennék ilyen kis szabású gépházat. A Masterbox Lite 3 képen látható. Szellőzni ugyan szellőzik, viszont a hülye kialakítás miatt és a mikro ATX miatt szerintem egyáltalán nem dizájnos, ahogy a videókártya belekerült a gépház aljába. Tápegység felülre került, nekem így nem tetszik. Szerintem úgy néz ki jól, hogyha alulra kerül a tápegység, és akkor nem néz neki ilyen hülyen, hogy beteszem a gépház legaljába a videókártyát. Úgyhogy ez nekem például egyáltalán nem tetszik. Cooler Master Trooper. Képet megnézzük, szerintem ocsmány. Az egyik oldallapon ilyen rácsos-szerű kitülemkedés található. Ha leveszik az oldallapot, szerintem eléggé hülyén néz ki ott az a ventilátor oldalt. Nem tudom, hogy az miért került oda. Mellül van venti, szellőzik rendesen a gépház. A HDD-ket nem kell ilyen extra mód hűteni, már akkor inkább a videókártyát és a processzort. SSD-t pláne nem, úgyhogy nem értem a jelentőségét annak a ventilátornak. Ott oldalt egyébként nagyon csúnya. Köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!